micsoda? Menjem el, szólok a rendőrnek. Szólok a rendőrnek. Szólok a rendőrnek. Hogy provokált. Na megyek, szóval hívom a rendőrt. Mindja. Na mit akar? Fényképezve, meg akar verni. Itt náci emlékmű nem fog épülni, nem hagyjuk. Ezt írták fel a Szabadság téren újra felállított kerítés oldalára azok a tiltakozók, akik immár harmadik alkalommal álltak neki, hogy elbontsák az épülő német megszállás emlékművek köré húzott kordont. Most éppen az történik a hátam mögött, hogy ezt a Gábriás emlékművet elkezdték az alapot csinálni, most törik át a ködémet, és azért vagyunk itt, és hívtunk ide az interneten embereket, akik ezt nem szeretnék, ezt az emlékművet, hogy megakadályozzuk, ha kell, akár fizikailag is, ne tudják elvinni innen a földet. Ezt egy bestelen, tisztességtelen, a magyar társadalmat meggyalázó dolognak tartjuk. A testünkkel is megakadályozok, nincs messze, de akkor a gyalázata. Hát a lelkünket mérgezik, most már próbálják mérgezni. Ez egyszerűen gyalázatos, amit csinálnak, és sunyi aljas módon, összefeküdve a Jobbikkal már mióta. A tiltakozók felháborodásuknak hangot adva bementek a munkásokhoz, keresték az építésvezetőt és az engedélyeket. Az urak azt mondják, hogy nincs építésvezetőként, hogy ott beszéljük. Szeretnénk látni az engedélyt a kordonra, de a kordont, úgyhogy mindenki jöjjön be, egy valakit kérünk, hogy kimaradjon, hogy hívja be a többieket, úgyhogy belülről tudjuk bontani. Mi történt bent? Földmunkák történt, nem kérdeztünk semmit, azt mondtuk itt az építőmunkásoknak, hogy ők meg vannak tévesztve, itt egy náci emlékmű épület, és ne vegyenek részt egy ilyen hazug dologban. És erről mit mondtak? Felfüggesztik a munkát? Úgy tűnik, igen, hogy jönnek, és ez nagyon... Felfüggesztik a munkát? Úgy tűnik. Választásunk? Jaj, értem. Igen, aha. Beszélgettünk. Mi csak a szobor már el van kész. Tehát levonulnak ezek szerint? Hát most odévonulunk. Aha, amíg lebontják a kordont? Hát nem tudjuk, mi lesz, mi elmegyünk a... Mennek ebédelni. Ja, most az ebédszünet. Igen. A tiltakozó akció egyik vezetője a helyszínen megjelent készenléti rendőrség alezredesénél bejelentést tett. Mi bejelentést szeretnénk tenni. Ugye a következő van, mi azt észleltük napokkal ezelőtt, hogy illegális munkások, nem tudjuk kicsodák és miért, tehát sejtjük, de nem tudjuk hivatalosan. A közterületet elkezdték megbontani és rongálják, ez egy füves közparki rész volt, tehát tulajdonképpen most mi első menetben a közparkot védelmezzük, és megkérjük önöket, hogy biztosítsák a közterület érintetlenségét. Ha és amennyiben van itt valamilyen építési engedély, akkor azt szeretnénk látni, hogy ki a megrendelő, mire szól, mikorra, mit akarnak kivitelezni, ki a fővállalkozó, ki az alvállalkozó. Az egy más ügy. Most az nyilvánvaló, hogy akkor is mi protestálni fogunk a magunk módján, de egyelőre mi úgy gondoljuk, hogy közterület illegális használatáról van szó. És személyes tárgyakat elvittek. Az a másik így van. Ki volt a kegyeleti tárgyak helyező, és azok eltűntek. Minden engedélye megvan, tehát minden engedélyével rendezője van, azt már nem az én tisztem megítélni önnek, de minden ilyen hatósági engedélyekkel megvan, tehát az építkezés megbentartatása ilyen tényleg jogszerű. A másik oldalt a kihelyezett dolgokért, a tárgyakért, amit önök úgymond nem tudom, mikor helyeztek el ide, valamint tegnap este tájékoztattak. Tehát folyamatosan helyeztek, azért az őszedikető kapitányságon gondolják, akkor bent egy feljelentést megtehetik. Az építési vezetőt mikor láthatjuk? És az engedélyt is szeretnénk látni. Igen. Mi normális beruházás azt mondjuk, mi nem látunk semmi táblát. Szeretnénk látni a dolgokat, és jó, hogy ki adta ki, mikor adták ki. Én azt tudom mondani, hogy amire én kaptam.
tájékoztatás, értesítés, hogy az építkezés szabályosan folyik, tehát igazából minden dokumentum rendelkezésre áll. Na de miért nem vagyunk itt? Ezt a BRFK-tól kaptam, Budapest rendőr főkapitánysággal kaptam, biztosítási osztályától kaptam ezt a tájékoztatást, hogy ez az építkezésen dolga, és törvényesen folyik. Mert ez a polgárként azt látjuk, hogy itt rongálják a magyar állampolgárként szeretnénk ezt a rongálást. Jó, én továbbítom az önök igényeit, én ezt mondom, hogy önökém szeretnék ezt megtekinteni, van-e valami mód és lehetőség, és tájékoztatni fogom önöket erre kapcsolatosan. Igazából megpróbálunk önöknek egy építési vezetőt, vagy bárkit, aki az építéssel kapcsolatosan tájékoztatót tud önöknek adni. Addig megkérem önöket, hogy várakozzak türelemben, most felvettük már velük a kapcsolatot, hogy szeretnénk, ha ide jönne valaki, és akkor a mai építési munkátok önökre tájékoztatnák, amit azt mondják, hogy önök idáig nem történt meg. Tehát mindenképpen megpróbálunk a mi részünkre egy kellő tájékoztatás, együttműködést kérünk önöktől, hogy ezzel kapcsolatban türelmet kérnénk. Jó? Az építésvezető az, aki tartózkodik a helyszínen, megtalálható. Mindenféle engedélyeket ő bemutatott, mert azt mondta, hogy ezek igazából a helyszínen nyilvánosság nem fogja bemutatni, de azonban a Folyóváros kormányhivatalnál, hogy az építés engedélyt, illetve a közterületfoglalási engedély az önkormányzatnál megtekinthető. Tehát oda bármikor önök befáradnak, megtekinthetik, hogy ezek érvényesek, és erre az építésre ki vannak adva. Most ő ide nem fog ide elfáradni, és ezt bemutatni. Nem kötelesség állampolgárok részére. Hát pedig de ha bemennek, akkor is ki van téve esetni. Honnan tudjuk, hogy megnéztük, nézze, én megnéztem, tehát annyira remélem, hogy higgyenek nekem. Május 31-ig van mi az négyzetméterre, méterre megvan, úgy, hogy körül van kerítve, mert a FKHT-től a közterületfelügyelet, mint tegnap látták, itt fotózta körbe, ők ellenőrzik, közterületfelügyelet, hogy az engedély alapján épült-e fel a kordon. Ezt majd mindjárt április 7-31-ig van a közterületfelügyelet megállapodás. De meddig? Mindegyik megvan adva a kormányhivatalnál, illetve a közterületfoglalási engedély. Annélkül építkezés, minden építési terület. Megkérdezném, hogy beszéljünk már úgy, hogy mi mondunk valamit, és akkor önök megválasz, mert egybe összeszünk a kormányhivatalnál. Akkor lesz, hogy nincs kitéve, hogy egy cetli sincs kitéve. Én azt elhiszem, de azt mondom, hogy több milliárdos. Nem kötelező nekik így most ezt így kirakni, feltüntetni. A helyszínen náluk van, hatóságnak. Én elhiszem, de bocsánat, de mi megnéztük, mint rendőrhatósági szempontból. Megvannak. Nők most önök be tudnak fáradni a kormányhivatalba, illetve az önkormányzat, hogy bemutatják önöknek mutatni, mert úgy meg lehet tekinteni. Tehát azt úgy bemehetnek. Ez így nyilvános. Tehát most, ha bemennek, akkor megnézhetik, megtekinthetik. A másik a gyülekezési törvény hatályra tartozó rendezvénynek minősül az a rendezvény. Ez más jogainak, szabadságának sérelmével nem járhat. Igen. És az építéshez neki, mivel engedélyekkel rendelkezik, joga van. Önök ezeket nem akadályozhatják. Nem lehet ez a cél. Most mondom, most néztük meg az engedélyeket. Most néztük meg az engedélyeket. Nem mi fogunk sétálni. Rögzíthető, ha tévedés van benne, vagy nem felel meg a valóságnak. Elnézést, lehetne úgy, hogy mindenki felváltva beszél, megtiszteljük egymást azzal, hogy egyszerűen mondunk valamit és válaszolunk, mert se kibánunk innen. Helyzet a következő. Meg annyit szeretnék mondani önöknek, bocsánat, hogy befejezem, de úgymond az önök személyes tárgyai, kegytárgyai, amit önök kihelyeztek ide a tegnapi nap vagy a napok folyamán, megtalálható az építés vezetőnél, kartondoboz vele van helyezve, át lehet tőle venni. Én személy szerint nem akarom őket személyesen megbántani, de nem hiszem el azt, hogy van ilyen építési engedély, amíg nem láttam. Már csak azért is szeretnék látni az építési engedélyt, mert úgy gondoljuk, hogy állampolgár jogunk tudni, hogy ki adott megrendelést, milyen munkára, mikorra készül az, ki a fővállalkozó, ki az alvállalkozó, és hogy van-e ebben például Európai Uniós pénz, mert ha van, akkor ki kéne, hogy legyen táblázva. Tehát változatlan, mi ragaszkodnánk ehhez, és amíg ilyet mi nem láttunk, sajnos úgy értékeljük a helyzetet változatlanul, hogy ez egy közterület rongálás.